Diablo négy hírek a mikrofonnál odvasva. <laughs> Ez még mindig csípett. <laughs> Na, tehát ott vagyunk, hogy a, aki látta a Discordon, beraktam a Diablo 4 friss hírek oldalra ezt a két kis linket, ami szintúgy az inventorinak köszönhetünk, és szintúgy Csaba munkája. Őszintén nagyon megszerettem ezeket a kis cikkeket, mert összegzik a számunkra legfontosabb információkat, amit gyorsan végigpörgetünk és végigbeszélünk, hogy azért mégiscsak tudjuk, miről van szó. Kettő cikk van, egy, ami szól a Pecsnóról, ami érkezett a D4-be, a második szó, meg szól a Gauntletről, azaz a leaderboardból. Na. Azt mondja, igen, javító csomag, bla 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 bla. Ezt át is beszéltük, mehetünk a következő linkre. Nem, nem, átbeszéljük rendesen, aztán majd utána elolvasom, miket írtatok, és kinek milyen véleménye van az egészről. Na, azt mondja, ez március 5-én érkezett ez a javítás. Hát ha megpróbálnánk összegezni, akkor némi vámpírerők visszatértek a játékba ezzel a javítással, ami egy kis báfolás is úgy mond, és a vámpírerők aspekt, az, az, köszi, aspektek formájában tértek vissza, ugye az előző seasonből, tényleg kiragadom ebből a leglényegesebb dolgot, az a lényeg, hogy én ezt úgy tudnám összegezni, hogy tényleg báfolásról van itt azért lényegében szó. Barbárhoz nem nyúltak, nem nerfelték, de ők is kijelentették, hogy amúgy ő most a elég erős szezon zár, megint. <laughs> Ezeket a linkeket, amit megtaláljátok a videó leírásában, és és akkor ott még jobban végig tudjátok böngészni, de a Discordon is természetesen fent van. Na, balanszolták igen a karaktereket, ezen tényleg csak átrohanok, mert nagyon sok karakter kapott elég erőteljes báfolást is, egy mindenféle szuperságot, le van írva, aki még jobban bele akar mélyülni, arra is van link. De ami inkább azért olyan nagyon jó kis fejlesztés, az, hogy a játékosok felszerelt képességei mostantól megjelennek a profiljukban. Ezért ez, ez, ez egy jó dolog. Ez már amúgy KB szezon egyre is berakhatták. volna, de mindegy. <laughs> a felszerelt emblémák, ez majd a Gauntletre fog is, is visszacsatlakozni. Megjelenik a játékos profilok fejlécében. Azt mondja, alkalmazott kozmetikai név is. A beszerzés helye megjelenik a transmogolt tárgyak elemleírásában. Nagyon jó nagyon jó, ez, ez itt, ez tetszik, az aktuális karakter játékideje a profil alján megjelenik. Ez jó tudsz, ez jó tudsz. Igen, és akkor itt is itt van, hogy választhatunk gauntlet pecsétet, hogy megjelenjen a, a fejlécen is, hogy melyik és hogy. Na, ez is nagyon fontos, hogy az Uber Unicok, hogyha betörjük az Uber Ö, ugye abból kapjuk az eres, most már nem öt eres kell ahhoz, hogy le tudjunk gyártani egy Uber Unicode, hanem négy kell. Ezen csökkentettek egy picit, ez halleluja. <laughs> és akkor mindenféle hibajavítás. Én fúra így tudnám nektek ezt az egész hosszú cikket így összegezni, ami szerintem nekünk fontos, és ami kiemelendő, de mondom nyugodtan, még tudjátok olvasni az egészet. Térjünk is át a második híre a gauntletre, azaz vár ránk a halhatatlan az azaz a leaderboard. Ezt is gyorsan végigbeszéljük, mit kell róla tudni, hiszen fontos. Igen, volt Campfire chatot, beszéltek róla mindenfélét, Teszteljük az ügyességünket a gauntletve. Ugye már beszéltünk erről, hiszen már kétszer vártuk. A legfontosabb dolog az az, hogy ez egy fix dungeon, és hetente lesz új gauntlet, de fix, tehát a mobok ugyanott helyezkednek el, a bosszok ugyanott helyezkednek, a ládák ugyanott helyezkednek el, ha megölsz egy boszt, és abból lesz egy shrine, az ugyanazt a fogja adni a következő körben is ugyanazt a ráhatást rád. És itt az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél több pontot szerez, aminek az a neve, hogy Horn of Trials. Ugye azt hiszem 8 perc van rá, ha jól emlékszem. Hát mindenkinek az ajánlott, hogy százas színnél próbálkozzon ezzel, ugye vörtír négynél nél elérhető, mert itt százasnál magasabb szintű állánségekkel fogunk találkozni. Mm, igen, 8 perc, jól emlékeztem, 8 perces időkorlát van, hogyha meghalsz, vissza tudsz menni, és össze tudod szedni a pontjaidat, vagy egy, hogyha mással együtt vagy, a csoportban ő is össze tudja szedni a pontjaidat, amit úgymond elhullajtottál. Azt mondja, Ugye minden héten kedden 8 órakor PST időzóna szerint zárul a gauntlet, és 10 óra 15-kor PST szerint indul az új. Az ugyanaz nap kedden van, mert akkor zárul 8 órakor, és 10-15-kor jelenik meg az új. Jó, így. De PST szerint, tehát ezt át kell váltani az időzónát. Haszisz, kövessétek. <laughs> Na, igen, bosszokról beszéltünk, Sány megjelenik és ugyanazt adja rád, amit le legutóbb is, mit kell még gondolni, a ládák is adnak pontot, uh, akkor különböző pecsétek vannak, és ugye, amiről szintű legutóbb is beszéltünk, ha bekerültök bármilyen ranglista típusban a top 10 közé, tehát vagy szólóban, vagy csoportban, vagy nem tudom én miben, akkor bekerültök a ősök csarnokába, halhatatlan lesz a nevetek, és ott lesztek mindörökké. De ha amúgy ezt záróélesen hozzátesz, ahogy készítettek róla egy, egy uh, print screen akkor ti is megőrizhetitek magatoknak örökké. <laughs> Na, és akkor a magasabb pecsétek. Zsákmen, ugye erről is még anno anno beszéltünk, hogy nagyon jó, nem húzza az időnket azzal, hogy szedegessük közben a tárgyakat, amiket eldobálnak a mobok, hanem mikor véget ér a gauntlet, akkor kapjuk meg. És még plusz dolog, hogy minél jobb vagy, és minél magasabb szintet érsz el, annál nagyobb tárgyutalmakat kapsz is. Van, amikor már 9-25-ös szintű tárgyakat dobál a Seal of Versi pecsét elnyerésével, például a kokáért. Ami melyik? A méltó pecsétjét, az a legdurvább. Uh -huh. Szerintem jól összegeztem a leírtakat, ha mégis valamit kihagytam volna, nyugodtan szóljatok, akár jöhet komment szekcióba is, de ahogy mondtam, ez a link, benne van a videó leírásam, és végig tudjátok bogarázni. Ezek voltak a Diablo 4 rövid hírek.